Köszöntöm a nézőket, Kozma Zoltán vagyok. A közügyekben beszámolunk arról, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség átadta a listáját a köztársasági parlamenti választásokra. A listavezető nyilatkozott stábunknak és politikai elemzőket is várunk a stúdióba. Az első fizetésen programról is szó lesz, illetve a készülő magyar kanizsai művelődésfejlesztési stratégiáról is hallhatnak a műsorban. Utána jártunk annak, mennyiért lehet falusi házat vásárolni Vajdaságban, és annak is, miért rügyeztek ki sokfelé a gyümölcsfák. A TSC Németországban folytatja szereplését az Európa Ligában, a közügyekbe várjuk a klub vezérigazgatóját, akivel az esélyekről beszélgetünk. Tartsanak velünk, kezdünk! Választások 2023. Átadta választási jelölt listáját a Vajdasági Magyar Szövetség. A listán 250 név szerepel, vannak köztük ismert és kevésbé ismert szereplők is. A VMS szerdán kezdi meg a terepi kampányt. A vajdasági településeken a párt programját fogják ismertetni, amely magába foglalja egyebek mellett a migrációs kérdést, a határok átjárhatóságát, a szociális ügyeket, az európai integrációt és a környezetvédelmet is. Belgrádban a lista átadásakor dr. Pásztor Bálint nyilatkozott nekünk. A Vajdasági Magyar Szövetség átadta a köztársasági választási bizottságnak a jelölt listáját. 11.355 aláírást gyűjtöttünk a tegnapi nap folyamán, tehát egy nap alatt összegyűjtöttük a szükséges támogatói aláírásoknak a több mint dupláját, hiszen a nemzeti kisebbségek pártjainak 5000 aláírást kell összegyűjteniük ahhoz, hogy át tudják adni a listát. Szeretném megköszönni az összes támogatónknak, valamint a párt aktivistáinak, segítőinek, hogy lehetővé tették azt, hogy egy nap alatt ezt a hatalmas számú aláírást összegyűjtsük. 250-es teljes listával veszünk részt a választásokon, ahogy az elmúlt ciklusok alkalmával is. Én vagyok az első a listán, második Kovács Elvira, aki a parlamentnek az elnöke volt az előző időszakban, és a VMS alelnöke, harmadik Bájgy Boris, aki a tartományi parlamentnek a főtitkár helyettese volt, a negyedik a listán Tóbiás József vállalkozó Adáról, ötödik dr. Úri Emese, a Zombori Egészségház megbízott igazgatója, hatodik Újhelyi Ákos, a hetedik Lallity Urbán Emese államtitkárasszony jelenleg ebben a mandátumban, a nyolcadik Vicsek Anna Mária, szintén államtitkár, a kilencedik Stantics Sebastian Zentáról, a tizedik pedig Kovács Károly jelenlegi tartományi képviselő Kishegyesről. Olyan választási listát állítottunk össze, amely az eddigi hagyományokkal összhangban lefedi Vajdaság teljes egészét, és figyeltünk arra, hogy regionális értelemben is, és minden más szempontból is ez egy kiegyensúlyozott lista legyen. Szimbolikus jelentősége van annak, hogy az utolsó 250. helyen Fremond Árpád található, aki a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Nagyon fontosnak tartom azt elmondani, főleg ebben a mindannyiunk számára nehéz pillanatban, időszakban, hogy a választási listának az elnevezése és egyben a szlogenünk a következő: Vajdasági Magyar Szövetség elnökünkért, közösségünkért, a jövőért. Arra szeretném kérni a teljes vajdasági magyarságot, mindenkit, aki méltányolta, tisztelte, becsülte Pásztor István munkáját az elmúlt években, évtizedekben, hogy ezt fejezze ki olyan módon is, hogy támogatja a Vajdasági Magyar Szövetség listáját a december 17-i választásokon. A holnapi naptól terepen leszünk, és ahogy korábban is, bejárjuk Vajdaság minden települését, beszélgetünk az emberekről, azokról a problémákról, amelyek jellemzik a mindennapjaikat, a migrációs kérdéstől kezdve a biztonságon át, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, a szociális ügyek,
az Európai Uniós integráció, a határátjárhatósága, és hát minden más olyan kérdés, amellyel a VMS foglalkozott az elmúlt időszakban is. A programunk, a céljaink és az elmúlt időszakról szóló beszámoló elérhető a Vajdasági Magyar Szövetségnek a honlapján, ahogy a jelöltlista is, a teljes jelöltlista, tehát ahogy az elmúlt időszakban is egy konkrét választási programmal vágunk neki ezeknek a választásoknak. Egymás után adják át a pártok a listákat a köztársasági választásokra. A haladók voltak az elsők, azóta pedig már mások is így tettek. Amint láthatták, a VMS is összegyűjtött a szükséges számú aláírások dupláját. A stúdió vendége Barát Gábor Gergely történelemtanár és Takács Krisztián újságíró, velük elemezzük most a helyzetet, a választási kampány elejét. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljöttetek. Jó estét. Jó estét. Hát a VMS nagyon nehéz helyzetbe került, ugye elvesztette az elnökét, ennek ellenére egy nap alatt a szükséges aláírások dupláját, több mint kétszeresét gyűjtötte össze a párt. Hogyan értékelik ezt? Hát ugye minden párt vagy politikai közösség, hogyha elveszíti az elnökét, akkor az nehéz helyzetet jelent az adott pártnak vagy közösségnek, de a tegnapi nap az bizonyította, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség egy komoly, jó szervezet és egy nagyon komoly infrastruktúrával rendelkező párt, hiszen egy nap alatt több mint 11 ezer aláírást tudott összegyűjteni. Megvan neki ez az infrastruktúrája, aminek köszönhetően, ha nem tévedek, 60-70 helyszínen tudták egész nap gyűjteni az aláírást, és ez a pártnak a komolyságáról val, és azt hiszem, hogy a párt annak ellenére, hogy most az elnökét elvesztette, a következő időszakban is ugyanazt a munkát fogja folytatni, amit megkezdett még Pásztor elnök úr irányítása alatt. Hát a szlogenje, vagy jelmondata a listának, hogy elnökünkért, közösségünkért, a jövőért, mit üzen ez? Gondolom, hogy más szlogent terveztek, gondolom még egy héttel előbb, egy 10 nappal ezelőtt. Hát igen, egyrészt azt, hogy folytatják azt a munkát, amit Pásztor úr ugye elkezdett, vagyis az egész párt vele az élén. Másik dolog az, hogy mindent, amit tesznek, azt a közösségért teszik, és hát úgy, hogy le van írva. A harmadik szegmens az pedig a jövő, ugye együtt kell építeni ezt a jövőt. Szerintem egy nagyon frappáns jelmondat, ugye, ami, de a VMS azt az előző választásokról is tudjuk, mindig konkrét, nagyon jó jelmondatokat szokott felállítani a lista mellé. Beszéljünk egy kicsit a többiekről is, ugye a Szerb Haladó Párt volt az első, amely átadta a listát, ezt gondolom nem meglepő senkinek, a haladók már jó ideje kampányolnak, ugye az államfő is folyamatosan megjelenik különböző helyeken, habár ő nincs a listán, Milos Vucevic a listavezető és Anna Brnabic a második. Hát igen, de a kampányt az biztos, hogy az elnök fogja vezetni, gondolom, itt Vucic elnökre gondolok, amit, ahogy te is mondtad, ugye a kampány az tulajdonképpen ebben az országban soha nem áll meg, itt folyamatos kampány van, választások nagyon sűrűn vannak az országban, úgyhogy a kampány az csak folytatódni fog, függetlenül attól, hogy most lettek átadva a listák. Igen, hát érdekes időszak lesz előttünk, nem lesz egy hosszú kampány, ami így most én, mint újságíró azt mondom, hogy ez jó, mert azért ez a kampányidőszak, ez egy bonyolult időszak számunkra, igaz, hogy nem kell arról gondolkodni nap mint nap, hogy mit követünk, mit csinálunk, de azért jobb más dolgokkal foglalkozni. Minden esetre igen, haladók elsőként adták át, tehát teljesen egy várható dolog, majd meglátjuk, hogy fog alakulni a kampány a következő időszakban. Érdekes mozzanat volt, amikor Alekszandr Vucic bejelentette, hogy Tomislav Nikolic is részt vesz majd a kampányban, mint volt államfő, aki a haladó pártot segíti majd. Miért van szükség arra, hogy ismét Nikolicot bevegyék a kampányba? Ilyen a köztársasági elnök úr is beszélt, hogy ez egy sorsdöntő választás, hogy ez már többször elhangzott, hogy hát, illetve most a jelek szerint a december 17-i választások után a parlament hosszú idő után valószínűleg a 4 éves mandátumát ki fogja tölteni, és hogyha a 4 éves periódust terveznek, akkor ugye ez tényleg egy sorsdöntő, hogy ki fogja az országot a következő 4 évben vezetni, és valószínűleg a Szerb Haladó Párt is érzi azt, hogy az ellenzéknek
az esélyei most jobbak, hiszen az ellenzék részéről is látunk egy komolyabb tömbösödést, és ebből kifolyólag a szerb haladó párt azon az a lépés mellett döntött, hogy olyan személyeket is aktivizál, mint Tomislav Nikolić, aki a pártnak az alapítója, aki 2012-ben az elnökválasztáson mandátumot szerzett, pontosabban elnöki megválasztották, tehát ebből kifolyólag egy olyan egy meghatározó emblematikus politikusra haladó pártnak, de láthatjuk azt is, hogy a listájukon megjelent a Zdrava Szerb, ez az egészséges szerb nevű párt, Milan Stamatović vezetésével, aki Csajetina községnek az elnöke, tehát most már új listák, új párt is megjelent a haladók mellett, illetve mozgósítják Tomislav Nikolićot is, tehát látszik, hogy egy komoly kampányra, valószínűleg kemény kampányra kell készülni, és a haladók is érzik, hogy ez most nem lesz olyan könnyű választás, mint mondjuk az előző néhány választás, ami mögöttünk van. És ha már a visszanyúlásról beszélünk, a Szerbiai Szocialista Pártnál nem mehetünk el az a tény mellett, hogy nekem két érdekesség volt mindenféleképp. Az egyik, hogy Ivica Dačić miniszterelnök, tehát megint ez a kampányszlogen, ezt láttuk a legutóbbi választásnál is, hát ez nem jött be, de végül is mégiscsak a hatalmi koalíció része lett. A másik pedig, amit a média kiemelt, hogy Slobodan Milošević unokája a harmadik a listán. Hát ugye Ivica Dačić is mindig igyekszik úgy beállítani magát a kampányban, hogy nagy esélyekkel lesz ő a miniszterelnök. Hát ezt most mondhatjuk, hogy egyszer bejött egy 2012-ben, és akkor nagyjából két miniszterelnök is volt. Valószínűleg ő ezzel a szlogennel szeretné mozgósítani a szavazókat is, illetve valószínűleg a szocialisták is érzik, hogy egy nehéz választás előtt állunk, és lehet, hogy azzal, hogy Slobodan Milošević unokáját feltették a listára, ezzel próbálnak olyan szavazókat is esetleg mozgósítani, akik régebben, mondjuk a 90-es években a szocialistákra szavaztak, de menet közben valamiért lemorzsolódtak. Én nekem van itt, ha még szabad én mondhatott ez a lista kapcsolatban, még egy érdekesség, az pedig, hogy a szocialista pártok a koalíciós partner a listán a Mi Drinánk mozgalom, az a Mi Drinánk mozgalom, amelyiknek a vezetője, Dragoljub Mihajlovicsnak az emlékházát alakítottak ki. Még ugye a szocialista párt, meg tudjuk, hogy a kommunista pártnak az utódpártja, tehát ilyen, itt már az ideológiai különbséget is félretették, tehát két különálló ideológiáról beszélünk, de ennek ellenére egy listán vannak, és ahogy említetted, ugye fent van Milošević unokája is, tehát itt is mindenki készül olyan szavazókat megmozgatni, akik esetleg eddig nem szavaztak, vagy valamiért lemorzsolódtak a szocialista pártról, illetve hát ugye láthatjuk, hogy egy tradicionális koalíciós partnerrel is indul, ez pedig Dragan Marković Palmának az Egységes Szerbiája. Megyünk tovább a kihirdetett listákon, a Szerb Radikális Párthoz érünk, ugye Vojislav Šešelj által fémjelzett párt, az Alexander Šešelj, ugye a Vojislav Šešelj fia adta át a jelölt listát, ő mint elnök helyettes. És egy érdekes megmozzanat volt az ő programjukban, hogy az Európai Uniós integrációt a Szerb Radikális Párt leállítaná, és helyette a BRICS-be vezetné az országot. Ugye a BRICS az India, Oroszország, Brazília, Dél-Afrika, Kína tömörülés. Hát ez egy új mozzanat itt Szerbiában. Új mozzanat, de a radikális pártól mindenféle dolgot el lehet várni, még ezt is. Igen, hát ők ugye valamilyen formában ugye visszatérők. Az, ami nagyon érdekes, az, hogy ők, ahogy be lett jelentve, hogy ők a haladókkal lesznek tulajdonképpen Belgrádban, önkormányzati választáson, igen, ami tényleg egy nagyon érdekes új mozzanat. Igen, hát a radikális párt, hogyha szavazókat akar szerezni magának, akkor valami formában változtatni kell a politikán. Nem azt mondom, hogy az alapokat változtatni kell, mert azt biztos nem fogják, de ugye azért hajlani kell bizonyos új irányzatok felé, vagy valami régi irányzatok felé, amelyek már jelen vannak, úgy biztos, hogy nem tudják nyíltan elmondani azt, hogy akkor irány Európai Unió, de azért ilyen más tömörülésekhez tartozni, hogy azon dolgozni, hogy Szerbiához tartozon, azért ezt a radikális párttól én el tudtam várni. És a szélső jobb oldal, ugye azt láttuk a legutóbbi voksolásod is, hogy jelentősen erősödött Szerbiában, és újabb szélső jobb oldali koalíció, a Dveri és a szövetségesei is kihirdették az ő listájukat is. Hát tőlük mit lehet várni? Vagy itt ez a szélső jobb oldalnak az elaprózódásához vezethet, ugye, hogy van a Dveri, vannak a radikálisok, még ki tudja, mi kik lesznek.
Hát ugye volt arról szó, hogy illetve tárgyalásokat folytattak, hogy ők is esetleg egy listán induljanak. Hát végül ebből legalább két blokk lett. Az egyik a Dvér, ez a Zoltán rajtó, illetve a Závetnici, vagy magyarul fogadalomtevőknek a listája. A másik pedig a NADA, vagyis Remény koalíció, amiben a POX, az egykor, hogy magyar, hát szabadfordításban a királypártiak, illetve az új DSS fog indulni. Tehát itt már van két külön blokk. Hát még lehet tudni, hogy akár a Szerb Radikális Pártot erre az oldalra tenni. És ugye nagy kérdés, hogy a Vukjeremés által vezetett néppártot most hova, melyik oldalra soroljuk, hiszen ők mondjuk Koszovó kérdésében egy eléggé komoly, markáns véleményük van, illetve politikai elkötelezettségük Koszovó kapcsolatban. Tehát ami a jobb oldalt illeti, ha most Vukjeremés, ha nem számoljuk oda, lesz legalább három lista. Tehát a Dvéri, a NADA koalíció, illetve maga a Szerb Radikális Párt. Mindig a nagy kérdés az, hogy mi a jobb egy oldalnak, egy mondjuk ennek nemzeti radikális oldalnak, hogy egy blokkban induljanak, vagy külön blokkokban, mert lehet, hogy ezzel a megoldással több szavazott mozgósítanak, de az is lehet, hogy nem. Ez majd a választások estén fog kiderülni. Mert a választási küszöb alá kerül valamelyikük. És beszélünk az Európa Barát ellenzékről is, ugye a Szerbia az erőszak ellen névvel tüntettek, elnevezéssel tüntettek május óta ezek a politikai pártok, illetve az általuk szervezett tüntetések bonyolodtak itt május óta. Most ezeket a tüntetéseket befejezték, és egy közös listát indítanak, és itt viszont beszéltünk arról, hogy elaprózódás, itt pedig úgy tűnik, hogy az elmúlt évekkel ellentétben most egy komoly és erőteljes tömörülés jött létre. Mennyire tudják megszorítani a haladókat? Van erre esély? Köztársasági szinten biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. A szerb parlamentben biztos, hogy ekkora változás nem fog bekövetkezni. Belgrádban viszont Belgrádban ott egészen máshogy gondolkodnak az emberek, ezt lehetett látni ezeken a felvonulásokon is. Igaz, hogy ez most tényleg nagyban változott számbelileg az első felvonuláshoz képest, de azért még mindig azért utcán vannak az emberek. Nekik ez egy nagyon jó lehetőség. Belgrádban még mindig több esélyt látok arra, hogy a szerb haladó párt fogja ott továbbra is irányítani a dolgokat, de viszont biztos, hogy a belgrádi képviselőházban most azért változás fog bekövetkezni. Ez egy szerintem egy okos lépés tőlük, mert ezzel tényleg növelték az esélyüket, hogy több szavazót tudjanak a listájukra, ugye többen tudjanak szavazni rájuk, vagy többen szavazzanak rájuk. Esetleg a bizonytalanokat is mozgósíthatják így? Megtörténhet. Tehát ugye itt is nagyon széles a skála, tehát a zöld-baloldali pártoktól egészen jobboldali formációkig jelen van ebben a koalícióban. Ők valószínűsítem, hogy ahogy Krisztián is említette, hogy Belgrádban a legnagyobb esély, valószínűleg ők a fő fókusz Belgrádba fogják, hiszen ha már tegyük fel Belgrádban, megfogják a haladó pártot, az egyik egy nagyon nagy eredmény lesz, de én még két települést kihangsúlyoznék, ahol önkormányzati választást tartanak, az Kragujevac, illetve Sabac, ahol úgy szintén szoros lehet a végeredmény, tehát ez az a három önkormányzat, ahol önkormányzati szinten szoros lesz az eredmény, illetve ugye köztársasági szinten szerintem nekik az eredmény, hogy azon kívül, hogy második legerősebb blokk legyen, hogy minél jobban megközelítsék a szerb haladó pártot, de én is amondó vagyok, hogy köztársasági szinten nem fogják tudni a haladó pártot legyőzni, hogy most a bizonytalanokat ki fogja tudni megszólítani, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert láthatjuk, hogy az előbb is beszéltünk, hogy mindegyik oldal próbál olyan neveket is mozgósítani, aki plusz tud hozni az adott listának, és mindenkinek ezt láthatjuk. Ebből kifolyólag lehet, hogy mindenkinek sikerül az úgynevezett bizonytalanokból valamennyi szavazatot összeszedni, meglátjuk. De biztos, hogy Belgrád lesz az egyik legélesebb, és ott lesz lehető a legkomolyabb kampány a következő egy hónapban. Ha egy mondatot hozzá tudnák csak tenni, ugye valahol hallottam, hogy tulajdonképpen az ellenzéknek, ők úgy is néznek ezekre a választásokra, hogy nekik ez, hogy Belgrádban valahogy meg tudják szerezni hatalmat, nekik ez tulajdonképpen első lépés, ők így is állnak hozzá, ez az első lépés, és akkor utána menne tovább, és hogy hogyan tudják mozgósítani az embereket, hát ugye Szerbiában egyébként is tényleg az emberek, nyugodtan mondhatom, kevés százaléka megy ki voksolni. Ha sikerül ezt megváltoztatni, ha sikerül egy magasabb százalékra emelni, akkor ők növelik az esélyt, az biztos. Tehát Magyarországban a főváros azért nagyon kiemelt hely a politikai pártok számára. Meglátjuk. Barát Gábor Gergely, Tokács Krisztián, köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük. Választások 2023.
falusi házvásárlási pályázatot írt ki a Prosperitáti Alapítvány. Az érdeklődők november 15-e és 2024. január 15-e között adhatják át a szükséges dokumentációt. A támogatás összegét a korábbi 10 000-ről 15 000 euróra emelték. Utána jártunk, hogy mennyiért lehet ingatlant vásárolni Vajdaság néhány településén. Királyhalmon és környékén nem túl nagy az ingatlan kínálat. Török Attila néhány napja hirdette meg több éve üresen álló házát, ami a főút mellett helyezkedik el. 2,5 hold földterülettel együtt tárolja, így gazdálkodásra is kiválóan alkalmas. A ház az 74 négyzetméter alapterületi. Milyen szobák vannak benne, hogy van a beosztás? 2 szoba van benne, egy előszoba és fürdőszoba. Milyen anyagból épült, hogy lehet a fűtését megoldani? A fűtése az kályhával lehet, kémény van, úgyhogy hagyományos módon. Mennyit kérnek ezért az ingatlanért? Ez az ingatlani 27 000 eurót kérünk a főterület miatt. Mert érdeklődő az már volt rá sok, szerették volna külön megvenni a házat, de egybe szerettem volna eladni. A szomszédos kispiac már Magyar Kanizsa községhez tartozik. Itt az elmúlt években 13 ingatlan talált új gazdára a Prosperitáti Alapítvány támogatásainak köszönhetően, további 10 pedig más pályázatok révén. Jelenleg nincs csak eladó ház a faluban. Az én tudomásom szerint jelen pillanatban 3 eladó ház van a faluban. Van köztük különbség, van szilárd építésű, és van régi, hagyományos vályog ház. Az árak az olyan 13-tól 35 ezer euróig mennek. Na most ugye egy 35 ezer eurós összegű háznál 20 ezer eurót önrészt hozzá lehet tenni az új kiírás szerint, és ez is egy nagyon pozitív, mert hogy akinek ugye van lehetősége, és van a módja, hogy így drágább gazdasági épületet vásároljon, gazdasági melléképületekkel, annak az a 15 ezer euró hatalmas segítség. 3 év után új pályázati lehetőséget jelentett be a Prosperitáti Alapítvány. Falusi házvásárlásra jelentkezhetnek a családok, vagy az egyedülálló szülők. A rendelkezésre álló 500 millió forintos keretből ezúttal legalább 100 pályázót tudnak támogatni. Az eddigi körülbelül 10 ezer eurónyi támogatás helyett most 15 ezer eurónyi támogatást lehet elnyerni. Ugyanúgy, ahogy eddig a támogatás intenzitása az gyakorlatilag a 100% is lehet. Ez azt jelenti, hogy a ház, megvásárolni kívánt ház értéke, amennyiben nem éri el a 15 ezer eurónyi értéket, vagy pont annyi, akkor önrészt nem szükséges ehhez biztosítani. Amennyiben ezt meghaladja, akkor minden összeg, amivel meghaladja, azt a pályázó kell, hogy biztosítsa saját forrásból. Ez azt jelenti, hogy a ház, megvásárolni kívánt ház értéke lehet magasabb, de legfeljebb 5 millió dinár, azaz kb. 40 ezer eurónyi értékű lehet az a ház, amelyeket megvásárolnak. A csantavéri Pátrik Attila hosszabb ideje keres családja számára megfelelő házat. Nagyon várta már az újabb prosperitáti kiírást, hogy meg tudják venni a kinézett ingatlant. Egy olyan 100 négyzetméteres házban gondolkodtunk, és a hozzátartozó porta pedig hát minél nagyobb legyen. Tehát mondom, hogy ott elférjen esetleg egy gyümölcsös, és hogy gyerekek is tudjanak kint játszani, tehát ez a lényeg. Csantavérén mennyire lehet ilyen házat venni? Hát szerintem egy olyan 15-20 ezer euró környékén, bár is mi úgy gondolkodtunk, és hát ugye erre még majd biztos kell fordítani, de ez már teljesen egy olyan dolog, ami vállalható. Tehát... Miért fontos az számodra, hogy itt Csantavéren éljetek, és hogy itt vásároljatok házat? Hát igazából én éltem külföldön, Magyarországon voltam 3 évig, de viszont ott soha nem éreztem magam otthon. És miután tanulmányomat befejeztem, utána mindenféleképp úgy is gondolkodtam, hogy én itt szeretnék letelepedni. Ugye utána találtam meg a páromat, ő is hasonlóan gondolkodik. Most született 3,5 hónapja kisbabánk, tehát és igazából, tehát szerintem csak úgymond a szülőföld tud egy olyan biztonságot adni, ahol az ember igazán jó érzi magát. Csantavéren néhány évvel ezelőtt 300-nál is több családi házat árultak.
A Prosperitáti Alapítvány pályázatainak köszönhetően ez néhány tízre csökkent. Jelenleg már 15 ezer eurótól lehet lakható ingatlan találni, de az utóbbi időben itt is emelkedtek az árak. Csontavérnek van egy jövőképe. A pillanatnyi helyzetét, ha megnézzük, ennek a területnek, Szabadkán kívül ennek a résznek. Csontavér egy kis központja a környező falvaknak is, hiszen itten van napközi iskola, ambulant, egészségügyi ambulant, gyógyszertárak, posta, bank. Itt minden megtalálható, amire szüksége van egy közösségnek. És annak, hogy egy kisebb közösség vagyunk, nem pedig egy nagyobb város, azon magától érthetődő előnyei vannak, hogy ugye tiszta levegőn élünk, biztonságos környezetben, gyermekeink biciklivel járhatnak a suliban, haza, felügyelet nélkül, hiszen mindenki mindenkit ismer, meg lehet termelni a minőséges ételeket, jószágokat magunknak, barátkozunk, ismerjük egymást, szóval, és ha megnézzük, közel van Szabadka, 15 percre van, Topolya 15 percre van, Újvidék 35-40 percre van, Zenta is, szóval egy ilyen kis központ vagyunk, hogy a városi forgatagon kívül, de pillanatok alatt vissza tudunk belekerülni. Zentán és környékén is emelkedtek az ingatlanárak. A városon belüli elhelyezkedés, az épület állapota, a hozzátartozó porta nagysága is nagyban befolyásolja a felkínált házak értékét. A legújabb pályázat, amióta ki van írva, szintén nagyobb lett a kereslet erre a típusú ingatlanokra, tehát ami megfelel a pályázatra, de viszont a kínálata sokkal kisebb, mint előtte volt. És tehát ilyen ez a 15 ezeres támogatásban, tehát nagyon kevés ház fér bele, tehát ami magában csak a támogatásból lenne finanszírozva. Tehát itt nagyobb esélye annak lesz, tehát hogy vegyen ingatlant ezen a támogatáson keresztül, akinek valamennyi önerője van, vagy meg tudják hozzá fizetést oldani, tehát egy ilyen 25-30 ezer euróért, mert azért Zentán lehet venni relatív normális házat. Nagybecskereken egy átlagos, azonnal beköltözhető 70 négyzetméter körüli lakóház ára 60 ezer eurótól indul. Egyedül Múzsa helyi közösségben lehet valamivel olcsóbban vásárolni, ahol egy kisebb 60 négyzetméteres lakóházért 40 ezer eurót kérnek. Ahogy távolodunk a várostól, úgy csökken a házak ára. Szent Mihályon például 18 ezer eurót kérnek egy azonnal beköltözhető 150 négyzetméteres házért. Erzsébetlakon, Lukácsfalván, Tordán vagy Tamásfalván már ennél kevesebbért is kínálnak régebbi építésű házakat. A Prosperitáti Alapítvány pályázata segítségével Szabadka és Újvidék városok központját, illetve néhány kiemelt üdülővezet területén kívül minden vajdasági település területén lehet családi házat venni. A pályázat célja, hogy a családok vagy az egyedülálló szülők olyan ingatlanokat tudjanak vásárolni, amelyek gazdálkodásra, illetve gazdasági tevékenység végzésére alkalmasak. A pályázati értékelési szempontok vonatkozásában szeretném kiemelni, hogy még hangsúlyozottabban figyelembe vesszük az iskolai végzettséget, még inkább előnyt jelent, hogyha valaki munkaviszonyban áll, vagy saját vállalkozása van, illetve természetesen a továbbiakban is az a körülmény, hogy valaki kiskorú gyermeket nevel, az plusz pontokat hoz, tehát szeretnénk a családokat támogatni ezzel a pályázati kiírással is. A pályázóknak vállalniuk kell, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlant a támogatási szerződés megkötésétől számított legkésőbb 9 hónapon belül birtokba veszik, abba beleköltöznek, állandó lakhelyüket az ingatlan címére jelentik be, valamint a támogatási szerződés megkötésétől számított legalább 10 évig életvitelszerűen ott élnek. A további feltételek megtalálhatók a Prosperitáti Alapítvány honlapján. Sok gyümölcsfa kivirágzott az elmúlt napokban a meleg és napos idő miatt. A termesztők aggódnak, ilyen jellegű és ekkora mértékű virágzás még nem volt, mint most. A gyümölcsészek szerint, ha nem jön komolyabb és hirtelen lehűlés, a fák talán nem sérülnek meg, viszont ha elhúzódik a tél, gond lesz a jövő évi terméssel.
Hosszú volt a vénasszonyok nyara, sőt talán még most is tart, hiszen ma is több órán át sütött a nap, és a kabátok is lekerültek. Az enyhe idő nem csak minket, embereket lepett meg, hanem a növényeket is. Vagyis az ősz még mindig nem a hulló fa levelektől színes, hanem a helyenként kirügyező és kivirágzó akáctól vagy éppen orgonától. De nem is ez jelenti a gondot, sokak inkább a gyümölcsfák miatt aggódnak. Több kert tulajdonos is meglepődött, amikor meglátta a fákon kibújó virágokat. Nálunk egy 10-15 fa van szilva, és hát arra lettek figyelmes egy 10 nappal ezelőtt, hogy kivirágoztak a fák. Ami néha ritkán előfordul, de ennyire későn talán még sose virágzott. Méhecskék is voltak, döngtek a virágokon, úgyhogy nagyon meglepődtem, és most attól tartok, hogy majd jövőre esetleg ez terméskiesést okoz. Figyelemmel kísérte azóta a fák állapotát? Annyit láttam, hogy a virágok azóta elhervadtak. Nem tudom, hogy ilyenkor újra termelődik-e a szem, ez még nem olvastam utána, bízunk a jövőben. Nem csak a hobbi gyümölcsészek aggódnak, a horgosi serfőző Jenő évtizedek óta foglalkozik gyümölcstermesztéssel, de mint mondja, ilyen ősz még nem volt. Számos szakember véleményét kikérte, és arra a következtetésre jutottak, hogy a jövő évi termést a tél időjárása határozza meg. Az alma az ezt stressztűrő, tehát az ezt megoldja, tehát annak nem lesz következménye. És akkor kérdezem, és akkor más növények, őszi barack. Hát az őszi baracknál ottan bír lenni olyan, hogy tavasszal majd eldobja a virágokat, vagy valami ilyesmi. De aztán tovább mentem a kérdezésekkel más szakembereknél. Volt, aki azt mondta, és én magam véleményéről is emellé állok, hogy ha most ez a zenyhe idő ugye tovább tart, de nem megy át hirtelen egy ilyen mínusz 20-ba vagy 10-be, akkor hanem lesz ideje ilyen átmenetet megérni, tehát ilyen fokozatosan hűl le a levegő, akkor abból nem lesz gond. Tehát akkor várható a jövő évi termés, ugye? De ha átmegyünk ilyen mínusz 10-be, 20-ba, akkor az kihat a jövő évi termésre. Normál esetben a fák ősszel nyugalomba vonulnak, lehullajtják leveleiket, a fiatal hajtások növekedése pedig megáll. Téli mély nyugalomba vonulnak, amire nagy szükségük van a jövő évi virág rügyeinek kineveléséhez. Az évi vegetációnak szüksége van egy teljes nyugalmi állapotra, tehát amikor teljesen megáll a vegetációval és a netkeringéssel, és aztán újra gyűjti az erőt, vagy a következő évre. Mondjuk én az őszi barackot azt mégis zöldmetszettem, a zöldmetszésnek ugye nem csak koronaalakító funkciója van, hanem pont arról is szól, hogy hát azokra az ágacskákra, amikre jövőre a termés folyamán számítok, azok érjenek be, tehát pirossak legyenek, tehát fagytűrőbb. Az egy pár fokot jelent csak, de az a pár fokon sok múlik tavasszal, hogy némelyiknek van baraszja, némelyiknek meg egyáltalán nincs. Míg mi csak a gyümölcsfáinkért aggódunk, addig a világ más részein gyakorlatilag már képtelenné vált az élelmiszertermesztés a klímaváltozás miatt, ez pedig éhezéshez és tömeges migrációhoz vezet. Klimatske promjene su u posljednjih 50 godina sve izraženije. Zbog njih trpe ljudi širom sveta. To je danas jedan od najvećih bezbednostnih izazova koji ima ekološku, političku i socijalnu dimenziju koju moramo zajedno da rešavamo. Bár az adatok kétségbeejtők, a klímaváltozás problémája továbbra is csak keveseket hat meg, vélik a szakemberek. Šta je to klimatska kriza, zbog čega nas brinu klimatske promjene, koji su uzroci, kakva su rešenja i tako dalje. I dalje je relativno mali broj ljudi u toku dana, da kažem, ili u toku nedelje provede vremena uopšte informišući se o ovim temama ili razmišljajući o ovim temama, a potrebno je da stvorimo jedan široki front, zato što radi se o vrlo ozbiljnom problemu i vrlo ga je teško rešiti i zbog toga je potrebno što više nas da bude uključeno.
2023 jó úton halad a felé, hogy az eddigi legmelegebb év legyen a mérések kezdete óta. A globális elemzések szerint az 1991-2020-as 30 éves átlaghoz képest az idei október középhőmérséklete 0,85 fokkal alakult magasabban, a korábbi 2019-es rekordot pedig 0,4 fokkal haladta meg. A Kárpát-medencében is kiemelkedően melegnek bizonyult az október. A Magyar Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása alapján a hónap középhőmérséklete 14,1 fok volt, ami a harmadik legmagasabb a mérések kezdete óta. Ennél melegebbnek csak 1907 és 1966 októberre bizonyult. Közvéleménykutatást indít a művelődés fejlesztési stratégia kidolgozásához Magyar Kanizsa önkormányzata. A 2024 és 28 közötti időszakra vonatkozó stratégia kidolgozásán az önkormányzat munkacsoportja dolgozik. A stúdió vendége Jenei Ervin koordinátor. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget. Miért döntöttek úgy, hogy művelődés fejlesztési stratégia készüljön? Úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan témakör, amelyhez idővel hozzá kellene nyúlni, és elérkezettnek láttuk az időt ahhoz, hogy ezzel a témakörrel is foglalkoznunk kell. Mint tudjuk, az MNT is elkészítette a stratégiát a művelődés fejlesztése vonatkozóan, és időszerűnek láttuk mi is, hogy ehhez a témakörhöz hozzányúlva úgymond erőforrás optimalizálást hajtsunk végre ennek a dokumentumnak a tükrében. És mire szolgál majd ez a dokumentum? Azon kívül, hogy erőforrás optimalizálást fog hozni magával, ami magyarul annyit jelent, hogy kicsit összeteszik mindenki, amiük van, ugye? Igen. De fordítsuk. Optimisták vagyunk a dokumentummal kapcsolatban, mert magában foglalja egyrésztről a kiértékelést, a jelenlegi állapotoknak a kiértékelését. Erre is szolgál a közvéleménykutatás. Emellett persze készítünk interjúkat, fókuszcsoportos beszélgetéseket, de ez a közvéleménykutatás, a kérdőíves közvéleménykutatástól várjuk a legreprezentatívabb és a legátfogóbb visszajelzést a lakosságunktól, és úgy gondoljuk, hogy iránymutatást adhat ez a dokumentum arra, hogy milyen úton, milyen módon tudjuk fejleszteni az egyébként is aktívnak mondható kulturális életet a Magyar Kanizsa községben. És a felmérés mire tér ki? A felmérés kitér arra többek között, hogy a lakosság értékelje a jelenlegi állapotot, az, hogy milyennek gondolja a rendezvényeinket, mennyire elégedett vele, mennyire elégedett a kulturális intézményeink munkájával, és mi az a plusz, mi az a több, amit szeretne látni, amit szeretné, hogyha visszaköszönne a kulturális életben. És kiktől várnak válaszokat? Bárkitől, kanizsaiaktól, vagy akár olyanoktól is, akik csak így eljárnak Kanizsára szórakozni? Elsősorban a Magyar Kanizsa községbeli polgárokat szeretnénk felkérni arra, hogy éljenek a lehetőséggel és töltsék ki ezt a kérdőívet, de hagytunk egy olyan lehetőséget, hogy aki lakóhelyét tekintve nem él Magyar Kanizsán, de érdeklődik a község kulturális élete iránt, hogy őnek is lehetősége legyen arra, hogy kitöltse a kérdőívet. És hol lehet ezt a felmérést elérni, hol tudnak az emberek hozzáférni? Igen, a Magyar Kanizsa önkormányzatának hivatalos weboldalán található a banner, a kis reklámcsík, amelyre rákattintva elérhető a kérdőív értelemszerűen magyar és szerb nyelven egyaránt. Nyilván nem reprezentatív még a felmérés, de gondolom már belelesnek abba, igen, hogy milyen válaszok érkeznek az emberektől, miket reagálnak erre a kérdésre. Igen, többségében az eddig beérkezett kérdőíveket áttekintve elmondható, hogy az emberek elégedettek a már meglévő rendezvényeinkkel, jónak találják a koncepciót, ami alapján községünkben összeállt a kulturális művelődési élet, de ugyanakkor szeretnének valami újat is látni, valami frisset, valami kreatívat szeretnének még bele
beletetetni a művelődési életbe. És meddig tart a felmérés, meddig lehet kitölteni ezt a dokumentumot? A felmérésnek nem szabtunk időkorlátot. Persze arra kérjük a tisztelt polgárokat, hogy minél rövidebb időn belül éljenek lehetőséggel és töltsék ki a kérdőívet, de úgy gondoltuk, hogy addig a szintig mindenféleképpen hagyjuk a kérdőív kitöltését aktívan, ameddig el nem érkezik addig a bizonyos reprezentatív szintig, amelyből már le tudjuk vonni a következtetéseket, ami alapján a munkacsoport a későbbiekben tudja építeni a dokumentumot. Köszönjük szépen, hogy itt én volt, és jó munkát ehhez! Köszönjük szépen, én köszönöm a lehetőséget! Átadta választási listáját a Köztársasági Választási Bizottságnak a Vajdasági Magyar Szövetség. Az 5000 szükséges aláírás helyett 11.355 aláírás gyűjtött össze a párt. A lista a Vajdasági Magyar Szövetség elnökünkért, közösségünkért, a jövőért nevet viseli, és 250 név szerepel rajta. A VMS listájának első 5 helyén dr. Pásztor Bálint, Kovács Elvira, Báigy Boris, Tóbiás József és Úri Emese szerepel. Ebben a szezonban még nem regisztrálták az influenza vírus Szerbiában, de a légúti fertőzésekben szenvedők számának növekedése tapasztalható a Batut Közegészségügyi Intézet adatai szerint. Az északbácskai körzetben még szeptember végén megérkezett az influenza elleni oltóanyag, amelynek 53%-a fogyott el eddig. Tavaly több mint 355 ezer influenza-szerű megbetegedésről számoltak be Szerbiában. Már csaknem 3000-re tehető azoknak az illegális bevándorlóknak a száma, akiket a szerb rendőrség begyűjtött és elszállított Vajdaság északi részéről és Pirot környékéről. Tegnap este nagy erőkkel vonultak ki a különleges egységek a Maghetes és a Tűzektó környéki erdősáv között húzódó Radanováci erdőbe. Nyílt napot tart az Entai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium. A matematika, az informatika vagy a képzőművészet iránt érdeklődő 8-os diákokat várták ma. A nyílt nap szerdán is folytatódik. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál ismét megjelent az első fizetésen pályázat, melynek célja, hogy támogassa a fiatalok foglalkoztatását a 2023-as évben. Ökrész Rozália köztársasági parlamenti képviselőt kapcsoljuk az Újvidéki stúdióból. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket és a szerkesztő urat. Véget ért a jelentkezés a munkaadóknak, mekkora volt az érdeklődés? Igen, még néhány órájuk van a munkaadóknak, ugyanis ma éjfélkor zárul a határidő. Az érdeklődés nagy volt, és ezért is hosszabbította meg a foglalkoztatási hivatal a jelentkezési határidőt egy héttel, tehát november 7-én zárul a program. A végső eredményeket természetesen pár nap múlva tudjuk meg, ugyanis a zárást követő néhány napon belül, de elmondhatom, hogy az eddigi években is, ugyanis ez már a negyedik éves program, és az elmúlt években is nagy volt az érdeklődés. A 2020-ban induló programra körülbelül 7500 munkaadó jelentkezett, és közel 16000 munkapozíciót hirdetett meg. Az elkövetkező 21-es, 22-es évben ez a szám már persze növekedett, így elérte a közel 9000 munkaadói érdeklődést. Mi a munkaadó kötelezettsége? A munkaadóknak tehát elsősorban be kell jelentkezni erre a foglalkoztatási hivatal által kialakított platformra. A magánszektor és a közszektor is jelentkezhet. A magánszektor alatt értem a vállalkozókat, a mikro, közép, kis, de nagy vállalatokat is.
ők természetesen meg kell, hogy biztosítsák azoknak a fiataloknak, akikkel majd kapcsolatot teremtenek, a munkahelyi körülményeket, meg kell, hogy biztosítsák a munkaeszközöket, és természetesen minden fiatal mellé egy mentort kell, hogy biztosítsanak. Tehát minimum ugyanolyan végzettségi szinttel kell, hogy rendelkezzen a mentor, mint amilyen végzettségi szinten rendelkezik majd a fiatal munkanélküli munkavállaló. Tehát itt a fiatalok esetében a Beszéljünk a munkavállalókról egy kicsit. Mit kell tenniük, hol és hogyan kell jelentkezniük, hiszen ezek gyakorlati tudnivalók. Gondolom sokan kíváncsiak rá. Igen, tehát a munkavállalók is ugyanígy azon a platformon kell, hogy bejelentkezzenek, amit a foglalkoztatási hivatal jelentetett meg. Ők november 13-ától jelentkezhetnek, és a következő lépésben a munkaadók részéről pedig kiválasszák őket. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos program és nagy lehetőség a fiatal munkanélkülieknek, ugyanis tudnunk kell, hogy az országban a 18-tól és 30 évesek körében kétszer akkora a munkanélküliség, mint az átlag populációban. És ez a program egy lehetőséget ad mondhatni úgy az oktatás világából a munkavilágába a fiataloknak, ugyanis tudjuk azt, hogy a munkahely, a munkaviszony elodázása csökkenti a fiatalok önállósulási lehetőségét, a családalapítást vagy a gyermekvállalást, sőt, legrosszabb esetben arra serkentik a fiatalt, hogy kiköltözzönek, és tudjuk, hogy a társadalom elemi érdeke, hogy itt tartsa a fiatalokat, közösségünk esetében pedig ez még hatványozott jelentőséggel bír az itt maradás, a megmaradás érdekében. És mik a korábbi évek tapasztalatai? Azok a munkavállalók, akik egy-egy ilyen helyen elhelyezkedtek, megmaradtak ott annál a cégnél, vagy vállalatnál, vagy akár a közszférában? Vagy a projekt zárása után akár ismét keresettek munkát? Nagyon pozitívak a visszajelzések, és a hivatalos statisztika alapján, tehát a 9 hónap munkagyakorlat után a fiatal munkanélküliek, munkavállalók több mint fele munkaviszonyt létesít azokban a vállalatokban, amelyek esélyt adtak az alkalmazásukra. Mennyire vonzó a munkaerőpiaci helyzetben a 28, illetve 34 ezer dináros fizetés, hiszen látjuk, halljuk, hogy azért a bérek ettől magasabbak. Igen, tehát egyértelmű, hogy ezek alacsony bérek, tehát a középiskolát végzett fiatalok 28 ezer dinárt kapnak az államtól, ez tavaly még 25 ezer volt, az egyetem, illetve főiskolát végzettek az idén 34 ezer dinárral lesznek támogatva, ez tavaly még 30 ezer volt, de elmondhatom, hogy szinte minden munkavállaló kipótolja ezt az összeget. Talán igen, a kiírás ezt szabályozza, és maximális összeget állapított meg a munkavállalók részéről, amelyel ki tudják pótolni ezt az összeget, mégpedig az állam részéről nyújtott támogatás magasságában. Tehát a munkaadó a középiskolát végzett fiatal esetében maximálisan 28 ezer dinárról támogathat, a főiskolát, illetve egyetemet végzettek esetében 34 ezer dinárról. Ez persze
persze nagyon ritka eset, viszont talán az lenne egy jó megoldás, hogyha ugyanis január 1-től, amikor a minimálbér 47.154 dinárt tesz majd ki, hogy talán ha a középiskolát végzett fiatalok esetében 19.000 dinárral megtoldaná a munkaadó ezt a bért, akkor elérné azt a 47.000 dináros minimálbér nagyságot, ha pedig az egyetemet végzettek esetében hozzáadna még mondjuk 22.000 dinárt, akkor egy 56.000 dináros szintet tudnánk elérni, itt megtartanánk azt a 20%-os különbséget a középiskolai és az egyetemi végzettségűek között, viszont ez a fizetés magasság viszont már talán elfogadhatónak is mondható. Még talán azt szeretném hozzáfűzni, hogy ezt a programot akkor tudjuk fenntartani, az ország akkor tudja fenntartani természetesen, hogyha ezt tovább építi, már pedig ezzel is foglalkozik a reszorminisztérium, a munkaügyi minisztérium, természetesen példaként az európai országok fiatal foglalkoztatási politikáját követve egy nagyon jó úgynevezett ifjúkori agenda, mondhatni így, ami a program neve, és ez azt tartalmazza valójában, hogy a munka befejeztével, tehát amikor 4 hónapos státuszban már munkanélküli a fiatal, akkor megbiztosítják neki a minőségi állást, vagy pedig a szakmai továbbképzést, az oktatás folytatását, és ez egy nagyon jó program kell, hogy legyen, amint említettem, a reszorminisztérium már aktívan dolgozik. Reméljük a legjobbakat. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Újabb nemzetközi mérkőzésre készül a TSC labdarúgó csapata. A topolyaiak Freiburgba utaznak, ahol csütörtökön az Európa Liga 4. fordulójában lépnek pályára. Megszakította 4 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi szériáját a TSC a szerbiai labdarúgó szuperligában. A topolyaiak ugyanis 2-0-ra verték idegenben az egyik legnagyobb riválisuknak számító Csukaricskit, így jó hangulatban és magabiztosan készülhetnek a Freiburg elleni idegenbeli mérkőzésre. A TSC-nél pedig kőkeményen készülnek az újabb nemzetközi meccsre. A tisztes helytállás mellett a pontszerzés sem lehetetlen, hiszen a csapat a görög Olimpiákhoz ellen már elért egy 2-2-es döntetlent a csoportban, emellett pedig az angol West Ham és a német Freiburg ellen is megmutatták, hogy mire képesek. Mindkét alkalommal sokáig vezettek, igaz végül nagy csatában, de mindkét összecsapáson 3-1-re kikaptak. A csoportot 3 kör után a West Ham vezeti 6 ponttal, a Freiburg ugyancsak 2 győzelem és 1 vereség mellett szintén 6 pontos. Az aljelű kvartettben pedig a görögök is felzárkóztak, miután a 3. fordulóban hazai pályán meglepetésre legyőzték a favoritnak számító West Hamet, a TSC pedig 1 ponttal a csoport 4. helyén áll féltávnál. A stúdióban Palágyi Szabolcs, a TSC vezérigazgatója. Jó estét kívánok! Milyen elvárásokkal utaznak Németországba? Jó estét kívánok! Hát pozitívak az idáig lejátszott mérkőzések után a hangulat is, valamint pozitív a csapat hozzáállása és az edző hozzáállása is. Úgy érezzük, hogy a mérkőzést, amelyet Topolyán játszottunk ellenük, hogy megmutattuk, hogy igenis jól bele tudunk menni a mérkőzésbe, meg is tudunk vezetni. Sajnos ezt a vezetést nem tudtuk meg. Hát a második fél időben, mintha elfogyott volna. Nem az erő, hanem a németek, hogy nem tudom, hogy még egy szintet kapcsoltak volna, vagy... Hát nem azt mondanám, nem hogy... Nem tudom, belülről lesz, hogy igen, látszott. Nem azt mondanám, hogy a németek még egy szintet kapcsoltak volna, hanem akkor is már mondtam, hogy a két liga közötti különbség, a hétvégi mérkőzések, tehát hogy
a német bajnokságban őrájuk minden hétvégén ilyen mérkőzés vár, ez a tempó, 90 perces tempó, sajnos nálunk ez nem így működik a bajnokságban. Úgy érzem, hogy az európai mérkőzések, valamint azok a mérkőzések, amelyeket lejátszottunk hazai bajnokságban itt az utóbbi néhány hétben, hogy ezek a mérkőzések nekünk adnak tapasztalatot, és valahogy fejlődünk, és ezért merem nyugodtan mondani, hogy ez nem egy németországi kirándulás lesz, hanem megpróbálunk javítani azon a táblázaton, amit az imént láttunk, hogy utolsók vagyunk, egy ponttal, nincs még győzelem, tehát azért megpróbálnánk keresztbe tenni a Freiburgnak. Tudjuk, hogy komolyabb csapat, jobb csapat, de... A táblázatot látjuk, ugye a West Ham 6 pont, Freiburg 6 pont, Olympiakos 4. Már az Olympiakos se tűnt jobbnak, mint a TSC, mikor itt Topolyán játszottak. Most hát, hogy ez szubjektív vélemény, de... Igen, hogyha néznénk, vagy levonnánk következtetéseket, vagy abból indulnánk ki, hogy mondjuk egy Freiburg megverte az Olympiakost Athénba, mi játszottunk az Olympiakosszal egy döntetlent, akkor közel vagyunk a Freiburghoz. Én azt mondom, hogy minden meccsnek külön megvan a maga kimenetele, kérdés, hogy megyünk bele a mérkőzésbe. Számomra nagyon pozitív az, hogy az elmúlt két bajnoki mérkőzést úgy játszottuk le, hogy a Cvinász Rézde ellen, valamint a Csukaricski ellen is, hogy tényleg nagyon éretnek tűntünk a pályán. Azt, amit akartunk elérni, azt elértük. Hozzáállás nagyon jó volt. A küzdeni akarás szerintem az is hozta nekünk az eredményt, és hát azt mondom, hogy két pozitív eredménnyel zártuk ezt a két utolsó bajnoki mérkőzést. Szerintem ez egy jó fölvezető ahhoz, amit csütörtökön vár meg bennünket Németországban. Említette, hogy ez nem egy kirándulás lesz Németországban, viszont azért akármennyire is azt mondjuk, tehát a TSC-nek ebben a sorozatban szerintem azt leszögezhetjük, hogy nincs vesztenivalója. Tehát senki nem várhatja el azt a topolyai fiúktól, hogy ők most itt sorba verjék az angol, a német és a görög bajnokság legjobbjait. Mégis tanultak ettől a sorozattól valamit. Félúton járunk, tehát nekünk van még 3 mérkőzésünk. Tanulni tanultunk, és én úgy érzem, hogy mindezeket a tapasztalatokat, amiket szereztünk sokkal komolyabb európai csapatok ellen, akik itt vannak a csoportunkban, hogy mindezt fel tudjuk használni később akár a bajnokságban, akár pedig a következő nemzetközi mérkőzéseken is. Úgy is fogtuk föl, hogy ez nekünk egy nagyon szép lehetőség, egy tanulási lehetőség, és hát próbáljunk minél több dolgot ebből leszűrni, minél több dolgot úgy tárolni, és később felhasználni, hogy ez számunkra a jövőben nagyon pozitív legyen. Meddig lehet bírni a több frontos terhelést? Most láttuk, hogy a Csukaricski ellen sikerült, meg az Vézda ellen, de előtte még volt egy kisebb hullámvölgy, ha ezt lehet annak nevezni. Igen, pont itt a műsorban említettük egyszer, hogy úgy mondtuk, hogy ez hullámvölgy. Én úgy láttam, hogy ezekben a mérkőzésekben, amiket döntetlenre hoztunk le a végén, hogy a csapat az jó játékot mutatott. Tehát azt, amit idáig is játszottunk, azt most is játszottuk. Sajnos valahogy úgy éreztem, hogy a góllövés nem ment. Helyzeteink voltak. Tehát el kellett volna gondolkodnunk azon, hogy vagy azt tudtuk volna leszögezni, hogy rossz a játék, hogyha nem jutottunk volna a helyzetbe. Nekünk rengeteg helyzetünk volt, nem ment be. Na most ez a fáradtság, ez lehet pszichai fáradtság, és pont azokban a döntő pillanatokban, amikor be kellett volna lőni azt a helyzetet, eljutottunk a kapuig, nem lőttük be. Lehet, hogy ennek mondható a két fronton játszás, de én azt mondom, hogy a keretünk olyan hosszú, hogy tudjuk helyettesíteni azokat a játékosokat, akik esetleg nagyobb terhelést kaptak, vagy jobban elfáradtak Európába, vagy pedig fordítva. Én úgy érzem, hogy ez az egy-egyes 4 mérkőzésünk, amiket lejátszottunk, ez egyáltalán nem voltak rossz mérkőzések. Elszenvedtünk egy vereséget, ami az egyedüli vereségünk a ligába. Mögöttünk van 2 mérkőzés, 3 mérkőzés valójában olyan csapatok ellen, mint az Zvezda, Partizán és a Csukaricski. Én szerintem, ha megnézzük a pontokat a táblázaton... Hát harmadik hely, teljesen elfogadható. Elszakadtunk a 4. és 5. helyzet csapatoktól, akik a nagy konkurensük szerintem jövőre Európára is. Én nagyon pozitívan állok hozzá, és ami most következik is majd, tehát rögtön a Freiburg után egy vasárnapi Wolfsburg elleni mérkőzés, ez is kihívás lesz számunkra,
és utána következik egy szünet, válogatott szünet, amikor azt mondom, hogy tudunk egy kis frissességet nyerni. Jól áll a csapat, én úgy érzem, hogy tehát ami az egészséget illeti, valamint a frissességet, helyén vagyunk. Palágyi Szabolcs, köszönjük szépen, hogy itt volt, és sok sikert a németországi vendégszerepléshez. A Pannon RTV csapata és stábja pedig elkíséri a TSC-t ezúttal is, úgyhogy meg beszámolunk róla. Köszönjük, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm. És ez volt már a közügyek. Köszönöm figyelmüket. Holnap Kartali Rita várja önöket. Hírháttér műsorunkban további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra.